2017-ben indult útjára a Józsa András Múzeumban a Kisdobozni Szeretet elnevezésű kezdeményezés, amelyhez minden évben több százan csatlakoznak. Tavaly például mintegy 300 ajándékkal teli cipős dobozt hoztak be a felajánlók a Közművelődési és Tudományos Intézménybe. Idén november 25-től várják az ajándékokat, a gyűjtés pedig december 19-ig tart. A felajánlott cipős dobozokat december 20-án adják át a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének és a Baptista Szeretett Szolgálatnak, akik még karácsony előtt átadják azokat rászoruló családoknak. Az ajándékozásnak a célja az, hogy mindenkit kérnénk arra, hogy valami szép csomagolt dobozba tegye be az ajándékot, olyan ajándékot tegyenek be, amit ők is kapnának vagy adnának szívesen. Kérnénk azt, hogy a doboz tetején jelöljék meg azt, hogy hány éves kislánynak, fiúnak, illetve férfinek, nőnek szánják az ajándékot, és hát lényeg a dolognak az, hogy ne tegyenek be olyan tárgyakat, eszközöket, amiket ők sem látnának szívesen a fa alatt. Kérik a dobozokba ne tegyenek agresszivitásra késztető képeket, játékpisztolyt, kést, romlandó ételeket, például gyümölcsöt, folyékony dolgokat, sampon, testápolót, valamint gyógyszereket, alkoholt, törékeny tárgyakat. A Józsa András Múzeum PR menedzsere hozzátette, a múzeum aulájába várják a dobozokat, 2-től vasárnapig, 9-től 17 óráig. És az adományozókat mi szeretnék megajándékozni egy olyan kis belépőjeggyel, amely március 2020. március 31-ig érvényes, ezzel minden kiállításokat meg tudják tekinteni. Más is gyűjt majd cipős dobozni ajándékokat a hagyományokhoz híven, idén is az adventi forgatagban várja a felajánlásokat a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők Egyesület is.